Ebben az esztendőben először márciusban telepített halat a Berek-Oltákba a Bodrogmentés Sportvargász Egyesület. Akkor is 25 mázsa a három nyaras ponty került a vízbe. Ebből 23 mázsa a Berek-Oltákba, 2 mázsa a Csepeltóba. Most pedig a napokban újabb 25 mázsa hal került a holtákba. Egy részét a Majális Parknál, a többit a régi és az új horgászfalu területén engedték ki. Az éves üzemgazdálkodási tervnek az utolsó fázisát igyekeztünk most biztosítani, illetve a szoros gazdálkodásnak és a költségtakarékos gazdálkodásnak köszönhetően még további halmennyiségeket tudtunk a mai napon kihelyezni ide a berekbe. A tegnapi napon hoztunk 12 mázsát, ma 13 mázsa három nyaras pontyot, tehát így 25 mázsa három nyaras pontyot sikerült kihelyezni. Ez éves szinten már meghaladja az üzemgazdálkodási tervet, és még 15 mázsa vegyes keszeget kell telepítenünk az év folyamán, ami azt jelenti, hogy közel 90 mázsa lesz az éves kihelyezés. Az évre tervezett telepítési mennyiséget az észszerű és költséghatékony gazdálkodásnak köszönhetően további 25%-kal tudta növelni az egyesület, tette hozzá Pingor Zsolt. Mi a halat mindig kitesszük, a horgászok azt, hogy ezt milyen szinten tudják megfogni, mennyit tudnak ebből profitálni, ez mindig a horgászmódszertől, a rászánt időtől, az etetés mennyiségétől és pontosságától függ, úgy gondolom. Most azt látjuk az elmúlt évek alatt, hogy körülbelül a kihelyezett mennyiségnek a fogás megfelel. Előtte való éveken többet fogtak a horgászok, mint ami a kihelyezés volt. Igyekszünk ezt az egyensúlyt biztosítani, és nagyon remélem, hogy a vizekben lévő természetes ívás azért valamilyen szinten még übereli a kihelyezett halmennyiséget. Ez a Csepeltónál is tapasztalható volt 3 évvel ezelőtt. Tehát most fogják azok a halakat ki a horgászok, amik ugye már nálunk születtek az ívásból, nálunk nőttek föl. Az egyesület ezzel befejezte a 2016. évre tervezett telepítéseit. A kihelyezés ideje alatt horgászati tilalom volt életben.